Érlék, második évad, 36. adás. Bocsánat, hogy belerögök a beköszönésbe, de, de nem tudom, hogy ez benne lesz a felvételben, de megidőztük a Bolszitfarkéset, és semmi más nem jut eszembe, mint a... Steve! <síl> Egy állítás. Majd Na. az arcot éces tett ki, jó? Igen. <laughs> <laughs> hogy mondja. Szóval. szóval melyik ez a rendes Premier League? Hadd mondjam már, hogy sok szeretettel köszöntünk mindenkit, mert vannak állítólag nézőink. Uh, Mi volt a kérdés? Ugye ez most az extra, vagy a Premier League? Nem, ez most a... <laughs> ez most a, az OnlyFans. Only nem, nem, ez a, <laughs> a... Nem, ez a, ez ez a sima. Ez a sima, az ennek a jó adásnak kell lenni. Jó. Amire elfáradunk az extra. Az... a Manchester United. <gül> 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 okay. Úgyhogy itt vagyunk, ne is húzzuk ennél tovább, most már tényleg ne húzzuk a beköszönést. Ready to make an entrance. Sos már! Hello. Mr. Michael Cox. Hello. Kicsit hangosabban, hát. Hello! Na, köszönöm, hogy <síruk> Az a baj, hogy valaki ezt fülesse ez a Ez... Igen, kisúr most törült. Bocsi. És hát, az MVP futva érkezett az adásba, mert hogy? Hát egy picit késtem is. Ez a drogos arc után el kéne gondolkodni, hogy vajon mit csináltam. Hát, hogyha ennyire jól utánoztam elő. Jó Istenem! Na, gyorsan, fontos információk. Van Instagramunk, aki ezt még nem tudná. Újabban van Instagramunk, mivel nekem ugye van másik két profilom, egy saját, meg egy nózos. Ezért úgy döntöttem, hogy senkit nem követek vissza a Premier League <laughs> profiljával Instagramon. Három embert követek. Kitaláljátok ki e aki az a három ember, akit követ a Premier League-nek a fiókja? Három Bergkamp? Thierry Henry? Nem. Nem. <laughs> Jobbak. Na. Egy kérdés, itt vannak ebben a teremben? Nem, nincsenek. Emberek, élőlények léteznek is, és ha kicsit, tényleg kicsit figyeltek rám, és ismertek, akkor az elsőt alapból ki kéne találni, hogy kit követünk Instagramon. Ahazán. Van a papának? <laughs> Nincs. Valami pornós? Fú, de csalódás. Jose bekövette. Ott lesz. Evet mostanában nem. pizzukát? Nem tudom, most ez valami, nem is tudom, honnan volt posztja. Úgyhogy Jose, Józsi az, egy, az, egyik, akit követünk. A másik nem Geri lehet... Neville vagy Roy Kine. Nem. A másik nem lehetett más, mint kedvenc cigánylányunk Georgina, Ronaldónak a van Csitáj, <laughs> Nagyon szeretjük őt, és a harmadik, a harmadikat ki kéne találnod fit. A, a cica, aki mindig valami Nem, ő is család. futballhoz kapcsolódó Nem. Emberi hát A pit macskája. Az Instagram fiókja, <laughs> aki Facebook oldala van. Tudnod kéne pedig. Nem annyit tovább vártéta. Nem. Niklás Bentnernek hívják. Ja. Jó. Nem, egyébként Niklasnak Jó, jó az Instagramja, én szentül hiszem, hogy a világbéke egyik formája. Tehát, hogy nála semmi más nem zajlódik, követi félmillió ember, bármit rak ki. 300 kommentből olyan 295, csak azért annyit ír be, hogy lord. Ide az emberek egy azon dologért jönnek, önzetlenül. Semmi zél nincs, ez világbéke. Niklas Benner Instagramja nagyon fontos termék. Úgyhogy erről ennyit, szóval őket követjük Instagramon, kövessetek minket Instagramon. Az extrák ö, zajlódnak, elvileg most ugye péntek van, mert ez a fő műsorunk. Na, Bolondok a... napja ráadásul, április elsője, úgyhogy már-már elvileg már láttátok a United-es extrát, lefutott már a Liverpoolos extra, hát csodálatos számokat csináltunk. Múlt héten fennállásunk, legjobb adatait toltuk, nagyon szépen köszönjük. Ö, befizetni az extrákra úgymond a támogatásokat péntektől lehet, addigra él a honlapunk. Hát ez most igazából rajtatok múlik, hogy mikor indítjuk el a honlapot. Vagy mi leszünk az a honlap, ahol Lorem Ipsummal támogatnak az emberek. Tehát, hogy... Más rendezvényeken is belefér. Ennyi, menjetek fel a Premier ra igazából az nincs még ott leírva, hogy, hogy mi ez a podcast, Kik szerepelnek a podcastben, meg a bio nincsen. Én annyit szeretnék a saját nevemmel a kettő szót: MVP és kollaboráns. Ezt a kettőt szeretném. Nem, egyébként arra gondoltam, hogy ti írjátok meg a nézők, hallgatók a kommentbe erről a három emberről, hogy mit gondoltak róla. Azokat rakjuk be a bioba, hogy róla. mondják. a már jók jöttek, csak össze kéne fűzni. Péter, ám föl az Unibetnek az a a youtube jára Szerintem az akkor én. Viszonylag büntethető lennék, hogyha jó jó ott lenne a leírásom. Illetve most. annyi új hírünk van, ami jó hír, azoknak, akik uh, támogatók lesznek, és ugye hanganyagban hallgatják, csak és kizárólag a Premier League-et, hogy ugye mondtuk, hogy YouTube lesz meg letölthető mp 3 ezt annyival tudtuk bővíteni, hogy a Simplecast-nek, ami a hosting szolgáltatás, szolgáltatónk, szolgáltatunk, hanganyag megy föl, annak van egy böngészős Chrome-ban, Safari-ban, html lejátszója, és azon tökéletesen lehet hallgatni úgy a műsort, hogy lerakod háttérbe, vagy kinyomod a telefont, nem fog megállni, mert kicsit jobb fejlesztés, mint a mi honlapunk, ami volt a box 2 on Ja, egyébként a honlapunkról annyit, hogy nagyon szép, de lassú. Tehát, hogy ez egy ilyen saját termék, a NOZ oldal, azok ilyenek, mint az Arzenál. Hát Igen, olyan lassú, mint ahogy mondom, ez a műsor is beindul. <s> <s> nem tudom, ott tartom. Simple-kezd megvan, írás megvan. Én ennyit akartam. Titeket már Sziasztok. bemutattam. Hello. Úgy, hogy ennyi. Köszöntük szépen. Ciao. Forró rakás. Ú, uh, meg elfelejtettem. Mm -hmm. Ay -ay. Jó, Ay. akkor közben elmondom, hogy Ma nem csak Peace Hell, el. Dínyes Monster. Monster. Leléptünk. Eligazoltam egy másik istállóhoz. Nagyon az, finom. az a baj, hogy válogatott szünet van, és bár elfelejtettem, hogy itt valamit rakni kéne nem lehet, hogy skippeljük a héten? Skippeljük a héten. Jó. Jó. Akkor menjünk tovább. Mert hát, úgy is, úgy is a kérjük kérjük sem már azt hogy már azt gondolják, hát hogy ez mi sem, a... mi sem emlékszünk a saját mert forró a végén a... egy adásba Igen, visszanézzük az összeset, és kiröhögjük egymást. Na, hát csoda fog történni ebben a műsorban, figyelni fogok, ugyanis az első témánk, én nagyon régóta... Úgy beletározva a műsor. Nagyon régóta... Nagyon ha régóta te sem akkor miért figyelne bárki? Nem hogy tudom, a... én egyébként, hogy rólam mit gondolnak a nézők, én mit csinálok. Ó, pontosan de... tudom. <laughs> szóval, nagyon régóta készülünk erre a műsorra, mert hogy ilyen üzeneteket kapnak ezek az úri emberek itt velem. Nem tőlem, de én is szeretnék rájönni, hogy az első témánk, az már unásig, unalomig, unásig, mi a ja, unásig lett ismert? unalomig lett ismételve. Ezt mondják így, egy unásig. Unásig. Uh -huh. Na akkor nyelvnapodkesztről mehetünk. Emery, a Emery, Emery, így, Emery ugrott be az unáj, unásnál. Ne, 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 ne. Jó, pint nem. 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 nem dűj túl rajta. Az már unás unalomig lett ismételve, hogyha meg akarod érteni, hogy mi történik egy meccsen, akkor a legjobb, ha nem mindig a labdát nézed. Oké, de akkor mit kell nézni, és hogyan lehet úgy értelmezni egy mérkőzést, hogy ne az eredmény befolyásoljon minket. Magyarul az első témánk, hogyan néz meccset, illetve hát hogyan ne néz meccset, ez túl én van. Inputokat várok, gyerünk. Kéne egy brief, kéne egy légy, brief. Légy olyan kedves, robbanj be. Kezdjétek el, honnan kéne, én csak akkor kicsit komolyra fordítva a szót, én tényleg próbálkoztam ezzel, ugyanúgy, mint hinni Istenben. Próbálkoztam úgy nézni meccset, hogy nem a labdás játékos nézem, és nem megy. Egy olyan. Pár másodpercig tudom azt nézni, hogy mellette, körülötte ki, hogy szaladgál. Védőket még talán le tudok követni. De ők meg ugye nem, nem látszódnak akkor, amikor támadás van, szóval nekem ezzel problémáim vannak, de egyébként meg azt gondolom, hogy valamennyire már így a ti... Azért valami ragad rám itt ebben a műsorban. Ilyen látás. Koszon meg a, meg a, a koszon meg a salétromon kívül. Most azért már én is figyelgetem úgy a meccseket, hogy na, tudom mi az a lóblokk. Én összetettem hat dolgot külön, hogy mit érdemes szerintem nézni meccseken. Én szeretem a már hogy mindig készül. Ke Kezdném a legfontosabb, és szerintem így lehet elindulni, az, hogy ne egyszer nézd meg egy meccset ez egy nagyon fontos tanács az, hogy az ember, amikor először néz egy meccset, főleg ha élőben nézi, akkor nagyon elviszi az, hogy ez arra is van kiérezve, hogy az érzelmeidre játszanak. Minden arra próbál hatni a visszajátszások, a lassítások, az emberi érzelmekre, mert így akarják eladni neked. De ha te azt szeretnéd látni, hogy mi történik egy meccsen taktikai szempontból, akkor többször meg kell nézni azt a mérkőzést, legalább egyszer még nézd vissza, és még azt is javasolnám, hogy miután egyszer megnézted, talán nézz rá az adatokra. FBRF honlapján bárhol meg lehet nézni egy csomó mindent arról, hogy ki volt a legjobb játékos, ki kicipelt a legtöbbet a labdát, ki, ki volt a legveszélyesebb, és azokat megnézegetni, és ez alapján még egyszer megnézni a meccset. Szóval nagyon sok minden jön át, amikor az ember egyszer már nem azt nézi, hogy ú most gól lesz -e ebből, vagy nem, hanem hogy hogy épült fel az a támadás, De amiből is gól lesz. Ti így nézitek egyébként újra a meccset? Hogy azért előttem már jó pár statisztikával számadattal tisztában vagytok, vagy... Hát én a meccs nem közben feltétlen. is folyamatosan nézem a statisztikákat. Azt nem, teljesen... Nem, most tényleg, annyiban, hogy én azért, hogy folyamatosan azt... Meg nem, a, nem, a, én... a taktikai kamerát. Különböző esetben. <laughs> lesz egy ilyen pont is, de tényleg, amit, és akkor átkötve a másik, az egyik ez fontos, én például szoktam, és mindig, amikor, ha egy meccsről beszélünk, akkor én utána biztosan megnézem azt a mérkőzés még egyszer, legalább gyorsítva, akár folyamatosan pörgetve rajta az izgalmasabb részekre, és az izgalmasabb részek nálam az, hogy hogy épül fel egy támadás, meg hogy védekeznek ezzel. Mint amikor a helyzet van, ah, szar. Igen. Hát igen, igen, tehát ilyenek azok. Főleg, ha az tudod, túl hogy gól lesz, nem áll. <laughs> nem nézünk újra. Ez Így van. De tényleg adatokat én megnézem, hogy akkor hogy néznek, hogy az, amit látok, az intuíció, az megerősíti adat, vagy nem, nem erősíti meg. És az a fontos, azért el kell mondani itt is, hogy nem vagyok ennyire ilyen adatbúzi, hogy azt mondanám, hogy én, ha nem nézek egy meccset, akkor azért, mert megnézem az adatok, adatokat, nem tudok semmit arról a meccsről. Valamilyen percepcióm van róla, de igazából, amíg meg nem nézem, amíg az I-testet el nem végzem, és az a legfontosabb, az az csak kiegészíti ezt. És akkor, ha a századékos 70-30, azt hiszem sokkal fontosabb, hogy nézd a meccset, és értsd az egésznek, hogy mi a kontextus az adatnak, önmagában adat az adat semmit nem ér. És akkor még egyet, aztán majd, aztán dobáljuk körbe a de van, mert van hogy annyit, mert ugye hát én egy pár évig ö, formáztam Pitnek a posztjait. Ö, ugye nála egy meccselemzés az úgy nézett ki, hogy nem tudom, tudom én 2000 karakternyi szöveg, és akkor alatta játék részek, ahogy haladunk, mit tudom én, 13 kép, és arra berajzolgatva Itt minden. ugye az elem, mikor már egy elemzést tész, az, az nyilván nagyon fontos a vizualizáció. Tehát, De pont ugye... ezt akartam, erre akartam rákérdezni, hogy miután ennyi ilyen elemzést írtál már, azért egy párat. Uh, rajzolgatták képekre, meg mindenféle lófasz csináltál. Szóval ezek után kialakul egy olyas fajta, Na most nem tudom, minek hívják, tehát ez ilyen izom térlátás, mi, akármi más, hogy ki, miközben új, megy a akkor beszélni. látogatod, Igen. ezeket a látod ezeket a három szögeket, a függetlenül attól, hogy most mi az Isten van. A zongoránál, amikor megtanulsz. Abszolút. Szerintem. Nyilván, amiről most beszél, meg amiről már is beszél, az abszolút kezdőszén, Tehát én telegén is kapok havonta legalább két-három olyan privát üzenetet itt -ott, hogy szeretném másképp nézni a meccseket, én is szeretném érteni ezeket a taktikai részleteket, tehát hogy az abszolút kezdőknek mire kell figyelni. Én nyilván nekem például az volt az első ilyen kihívás, amikor már nem csak írogattam, hanem konkrétan amikor a tévén elkezdtem dolgozni, és ott már a félidőben is kell valami értelmeset mondani, és mondjuk én szeretném is ezeket a részleteket megmutatni, hogy a élőben feldolgozni ezeket az információkat, és ott alakult ki nálam például az, hogy amit mondtunk is, hogy ne a labdát figyel, de azt hogy lehet, hogy közben egyébként tudja, hogy mi történik. Tehát az egy szemet kell fejleszteni, tehát hogy így jár a szemet közben, hogy picit a labdát, picit ami mellé hát meg egy megy. ez az így az... van. Ez volt, majd közel rá Tehát, <laughs> hogy össze-vissza jár a szemed, mert pályát valahogy be kell neked látni, és nyilván ez a mondjuk haladó fokozat, amikor neked már élőben kell valami értelmeset leszűrnöd abból az adott mérkőzésből, és ez az idővel fejlődik. Tehát én már nem nagyon nézek vissza olyan meccset például, amit már egyszer láttam élőben, mert már nem tudok úgy meccset nézni, hogy mondjuk ne jegyzeteljek, vagy legalább a fejben ne raktározzam el mondjuk azokat a jelenteket, vagy azokat a mintákat, amik meghatározták azt az adott mérkőzést. Nyilván nagyon sokat segít, okay, hogyha leírod, mert egy... jobban meg is marad. Jó, mondjuk, mondjuk a te írásodhoz külön kódfejtő kéne, a a a Ez a fontos, hogy ugye úgy, hogy alakul ki ez, hogy élőben is tud már azt nézni, ami szerinted izgalmas, vagy ami fontos lehet egy mérkőzésen, az, hogyha nagyon sokat néztél vissza, és megértetted azt, hogy mikre figyelj. és akkor azt nek... akartam mondani egyébként, hogy nekem, akinek ugye először azt kéne megtanulnia, hogy hogyan ne a labdás figyeld, az, az csak és kizárólag akkor fogom tudni, ha újra nézem. Igen, mert akkor... szurkolóként, amit te is mondtál, Na. meccs közben. Kiveszed az érzelmi faktor a dologba, és onnantól már tényleg az érdekel, hogy mi történt a meccsen. Nem az, hogy most lesz-e gól, vagy egyélét az arzánál, vagy nem egyenlét az arzenál? addig nem érdekel, addig csak anyázol, hogy miért ment ki a labda. De hogyha azt megérted, hogy miért ment ki ott a labda, és miért védekeztek jó vagy rosszul, akkor már más a szint. Na, az érzelmi faktort már egy is elveszítettük. És akkor más, második pont az, hogy próbálj meg valamilyen ismétlődő eseményt kiszúrni. És szerintem ez, ez nehéz kiszúrni, de alapvetően, amikor látsz, miatt, hogy nem tudom, mindig a szélső befelé. Na, én ide már eljutottam. És a jobb szélső videó, az megkerüli mindig oldalra. És az, hogy ez hogy... már megvan. Na de ezek nagyon fontosak. Ha ezek megvannak, ezek az ismétlődő események. Emlékeztek egyszer, írtam benne a csoportba is, hogy folyamatosan a bal oldalon akarja meg, azt nem tudom, milyen meccs volt. City Liverpool. Valakit meg akartott nagyon verni a bal ja, oldalon. a, 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 a... a Milnert tipot... megaláztam, Foden folyamatosan. Igen, 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 tehát folyamatosan a bal oldalról támadtam. Igen, de a Foden-t mindig ott a Milner ellen. Ha igen. valaki azt hinné, hogy bunkesz vagyok, nincs nálam a egy fizetés, a, ja, de... Mint mondtok, közben, hogy ne felejtsen, mert hát egyébként a... Fel. a nézők fele elkapcsolt, hogy látta, hogy nincs. Hát nem, nem csodálom, eszett. igen. A műsornak a 60%-ja az így eltűnt. Sokkal szarabb lesz, senkit nem fog érdekelni. Na, bocsánat. Közben, a... nem tényleg, ez ismétlő esemény, és ismétlődő eseményben nagyon sok minden van, és lehet nézni szögleteknél, kirúgásoknál, hogy hogy akarja az egyik csapat megcsinálni, és mi az, amit látta, hogy ezt már harmadjára csinálják meg, ez valószínűleg nem véletlen, akkor ez egy a része, amit látsz. És ha ezt elkezded visszavajdani, tényleg, és az ötödjére és hatodjára is megtörténik, akkor igen, valami kiszúrtál a ami fontos. És ez és itt kell nehéz elválasztani, hogy mi az igazán fontos a meccsre, és mi az, ami nagyon pici kis valami finomság, amit most érdemes, de egy fél nem érdemes kiemelni, mert a meccsre nem volt nagy hatással, csak mindig az volt, hogy nem tudom, a Tomi Aszu az sose lép föl jobban, hanem mindig visszámad és úgy kéri a az arzenálnál. Ez egy fölismerhető ilyen séma, de ez csak egy kihol, labda kihozatali dolog, ez nem befolyásolja a meccset nagyban, vagy nem biztos, hogy ez befolyásolja. Erre <coughs> <serep elég. coughs> Szerintem a legfontosabb dolog, ezek mind ilyen, ilyen technikai részletek szerintem, hogy most minek kell figyelni, mik a minták, mik az ismétlődések, és ez nagyon fontos. De hogyha egy meccset szeretnél megérteni, vagy ilyen szempontból értelmezni, akkor igazából két kérdést kell föltenni, és mindig ebből a két kérdésből kell ezt megközelíteni. Az egyik a miért, a másik pedig a hogyan. Hogy magyarázzam most te? Például van egy játékos, aki folyamatosan a két védelmi vonal között megkapja a labdát. Ezt látod. És ha feltűnik, hogy háromszor is üresen megkapta, akkor annak valószínűleg van valamiféle oka. És meg kell találni ennek a miértjét. Hogy ez miért van, hogy ez egy tudatos lépése attól a csapattól, aki támadni szeretne, és hogyha igen, akkor hogyan oldja meg mindezt, hogy ő folyamatosan megkapja ezeket a labdákat. Mit csinálnak a csapattársai? Valaki csinál egy, egy elterelő futást, hogy szabadon maradhasson ez az ember. És ezeket a mintákat kell keresni, de minden egyes szituációnál, miért nem tud letámadni egy csapat? mert többen vannak az első vonalban az ellenfélnél. Miért, hogyan? Hogyan csinálják, hogy többen legyenek, és miért csinálják, hogy többen legyenek? Azért, hogy ki tudják hozni a labdát, vagy azért, hogy csak kimozgassák az ellenfelet, és mögöttük legyen terület. Mi a kihozatal után az, ami következik, egy indítás, egy hosszú indítás, vagy egy fölpassz a vonalak közé? Ezeket a szempontokat kell szerintem elsősorban figyelembe venni, és erre a két kérdésre kell szerintem mindig megtalálni a választ. Ez a technikai részletek például, hogy tudd azt, hogy és az a legalapabb, hogy mondjuk milyen felállásban játszik egy csapat, ami mindig egy ilyen picit ilyen elvont dolog, mert soha nem úgy jelenik meg igazából, hogy felírjuk, hogy 4-2-3 vagy 4-3-3 és meccsek közben is változik, de ez egy jó keretrendszer, amiből ki tudsz indulni. Tehát mondjuk egy 4-3-3-as alapfelállásból hogyan mozog el egy csapat? Manchester City hogyan indul meg egy 4 3 3 ból kilép vissza a labdáért, kihelyezkedik vissza a védővonal közé, és ezzel honnan, hogyan manipulálják az ellenfeleket. Ez nem egy jó kiindulási pont, mert valami kiindulási pont kell. Nem tudsz a semmiből levonni egy következtetés, hogy hát Bernardo Silva ide mozog, de miért? Valahonnan el kell indulni, és szerintem ez egy jó kiinduló pont, csak egyik hiba, ami nagyon sokan elkövetnek, hogy ehhez ragaszkodunk, hogy mer 4-2-3-1 vagy 4-3-3, akkor biztos, hogy többen vannak a középpályán, mert 4 4 2 az ellenfelől. Nem merök meg, akkor azt csináljuk, hogy az egyik csatár az visszamozog a hatosra, és utána a te csapatod mondjuk mit csinál? visszamozog még egy játékos? Vagy egy védő visszajön a védővonalba? hogy hogyan oldják meg ezeket a szituációkat? És ugyanez mondjuk labdakihozatalnál, és úgy, hogy támadó harmadal is. Mik azok a mozgások, amikkel bontani tudnak egy ellenfelet? Mik azok a befutások, visszalépések, kényszerítők, forgatások, amik jellemzően folyamatosan megjelennek egy mérkőzésen? És a másik nagyon nehéz dolog elkülöníteni a szándékosat a véletlentől. Mert lehet, hogy egy dolog, ami nagyon látva is megtörténik egyszer egy meccsen, és abból lesz valami, de nem biztos, hogy ez egy szándékos dolog volt, vagy egy előre eltervezett dolog volt. Mert a fociban, így, hogy kevés gól van, és ezt mindig elmondjuk, nagyon-nagyon sok a véletlenszerű dolog. Lehet, hogy egy meccsnek van egy taktikai képe, és az történik mindig, amit az egyik csapat akar, aztán egy előrevágott labdával gólt lő az ellenfél. Ettől még nem jelenti azt, hogy annak a csapatnak az akarata érvényesült, aki végig védekezte a meccset, majd elment egy kontrából, de ez fordítva is igaz, attól, hogy valakinél többet van a labda, még nem biztos, hogy az ő akarat érvényes. Ez, ez, ez az, az eredményből ismétlő. nem vonunk le következtetés pontosan ezért, és ugye a klasszikus a, a mérkőzés gólok nélkül kell értékelni, de ez valamilyen szinten még, még igaz is. Egyszerűen szóval erre, erre az ismétlődő események. Ha ezt látod, ötször egy mérkőzésen, akkor az már nem véletlen. Ha ezt egyszer vagy lehet, hogy kétszer is kiszúrtad, akkor még az a gyanakodni kell, lehet, hogy most igazából csak kiszúrtál, amit tök véletlenül alakult így. De hogy én még, és akkor a Pétnél egyel vissza lépek akkor, mert szerintem próbáljunk meg azokhoz is szólni, akik kevésbé vannak még azon a szinten, hogy azonnal meglássák, hogy akkor milyen felállás van. De például egy védekező felállást, azt nagyon egyszerű kiszúrni például. Tehát a támadásban sokkal nehezebb. Egyszerűen azért, mert nagyon sokat variálnak és a csapatok közben, és nagyon sokat a játékosoknak a kreativitása is bíznak. Egy csomószor adnak szarabb, szabad szerepköröket, és emiatt a bruno Fernandes össze megjelenik. Nem tudsz föl rajzolni magadnak egyből valamit. Igazándiból, hogyha nem egy ilyen borzalmasan kimunkált pozíciós játéka van valakinek, akkor támadásban nincsenek felállások. Felállás nincs, valava. mozgások vannak Igen. ilyen együttes mozgások, de olyanok a védekezésben... vannak olyanok, hogy adott szerepkört mondjuk hányan töltenek. Be, vagy 2 as nem, van De el, az azt hagyjuk, hogy az, az látni jól, de a védekezés viszont nagyon szépen kirajzódik, és amit Gabi említett is, nincsenek egyszerre a képernyőn a támadók meg a védők a támadó csapatból. De a védőben szinte mindig meglátod, maximum két csatát nem látod, vagy az egy csatát nem látod a képernyőn. A másiknak, és itt a Pita, amit mondott, az a vonalak közötti ez a védővonalat jelent, ami általában nagyon szépen kirajzódik, hogyha egy sima labda van a másik oldalról, és van egy véd vonal. És a kettő közötti rész ez a vonalak között fölvett labda, vagy akár a csatárok között is lehet ilyen vonal közötti fölvett labdát, labda kihozatalnál, de a legfontosabb az, hogy a védők és a középpályások közötti terület, amit mondjuk a bőrni például eltüntet, mert nincs méter, alig van pár méter ott, de oda, hogy kipróbálod ki a belépni, és mit csinál. És ez a vonalak közötti fölveti játék, vagy belépő játékos, hogy ezeket érdemes figyelni. Általában ők a kreatívok. És ők alakítják az egész játékot, hogy hogy tudják megbontani az egyes nagyon mély lóblokokat, amit említettél. De az, amit látni fogsz, a védekezésnek a struktúrája. Az szinte mindig kirajzódik egy csapatnál, hogy hmm. hogy történik az sokkal könnyebb megfigyelni, mint a izében. És ezért ott már látszik, hogy 4-4-2 van, 4-3-3 van, 4-5 védőzés van, 3 védőzés van, ezek mind nagyon szépen kijönnek belőle. A másik, szóval nagyon könnyű, hogy védekezésből a labdakiozatának az első fázisa során hány emberrel, hol, hogyan szeretnék kihozni a labdát. Mert ott mondjuk adott esetben van olyan, hogy valaki elcsúszik, vagy, vagy nem tudom, mondjuk a, az Inter Liverpoolnak az adavágója volt, ahol nagyon sok helyen, nagyon sok interjátékos megfordult, de ott azért, hogyha mondjuk egy 10 egy percig nézed ezt és figyeled, akkor mindenkinek kirajzolódik, hogy KB. Hogy mondjuk az edző ma azt szeretné, hogy a két szélső hátvéd nagyon szélesen széthúzódik, és egy szem hatos visszamegy mögéjük, meg mondjuk még egy középpályás visszahúzódik, és akkor így négy ember van hátul. Most nagyon leegyszerűsítettem. Igen, ezek a idézőjelben rögzített helyzetek, mint egy kirúgás, vagy akár nem kirúgás, de egy hátulról Megkezdett labdabirtoklási fázis. Tipikusan azok a játékhelyzetek, ahol nagyon szépen le lehet olvasni, hogy egy csapat mit szeretne csinálni. Ahol nagyon nehéz ezt leolvasni, vagy következtetés levonni, az az, hogy mi történik átmenetekben hát, labdaszerzés mert, mert... és labdavesztés után mert akkor nagyon sokszor a játékosoknak kell egy gyors döntést hozniuk a pályán, és az eleve meghatározott stratégia, az kevésbé jelenik meg látványosan. Hát olyanokat lehet, hogy melyik oldalt támadjuk, mm. vagy ki az a játékos, akit a legsebezhetőbbnek talált az edző, és valószínű felhívta rá figyelmet, hogy ő rá kéne minél többször, hogyha arra tudjátok tenni a labdát, rárohanni nézom. Ő ez kém mindig lép vissza, és furcsán, sosincs pozíció, a pozícióban, amikor olyan transzés, hanem lép, ő elfelé lép az ellenfél a kapujától, szóval meg rohan be mögé, mert Ezeket érdemes nézni, hogy a, de a szerintem messze a ugye négy játékszakasz van, amit át ahol elkülönítünk egymástól, amit érdemes nézni. És ebből tényleg kettő, ami egyszerűen, amikor labdával van egy csapat, és amikor labda nélkül van. A labda nélkül szépen kirajzolják, labdával sokkal nehezebb meghúzni ezeket a vonalakat, hogy mit szeretnének, de ott is lehet látni, hogy felállt védelem ellen mit akarnak. És akkor van a két átmeneti szakasz a játékban, amikor egyszerűen a támadásról védekezésbe rendel. Rendezőt? Rendezőt visszaköszönöm, valamikor másik, amikor fordítva, amikor a védekezésből te már mész át. És ezeket nagyon nehéz már leszűrni, és szerintem itt jön be az a rész, hogy igenis, próbáljátok meg elcsípni, mert szinte minden helyzetnél megmutatják a taktikai kamerát egyszer. Tehát amikor három, háromszor visszajátszanak egy jelenetet, egy nagy helyzetet, akkor mutatnak egy nagyon közelít róla, egy valamilyen távoli taktikai kamerát, és a simát nem mutatják egyszer. És hogy a Most taktika, hívjuk a taktikai amikor, nem, amikor magas, amikor, magas, amikor, belátja amikor szinte, az az szinte minden játékos látszik rajta. Na és ezekből már egész szépen ki lehet szúrni. általában lassítva is vannak, még az is segít, ha így van, és ott már ki lehet olyan dolgokat, hogy mit csinálnak a védők, amikor a támadóknál van a labda. És például egy city mennyire más csinál egy szélső védő, mint egy Liverpoolnál hogy hol helyezkedik Alexander Arnold, meg egy Cancelo, amikor támadás van. szerintem ezeket érdemes nézegetni. Van taktikai kamera, amikor láthatsz meccsek közben, csak figyelned kell rá, hogy elcsípd azokat. Mert nagyon ritkán látni, különben, amit te is mondtál, nagyon nehéz, Gabi, úgy látni, hogy nincs 22 játékos, amit folyamatosan nézel, hanem nézel mm. néz egyszerre 8-at, meg 10-et, meg 12-t, de a másikok nem látszanak a képen. És szerintem ezeket érdemes elcsípni, pont az ilyen jeleneteket, mert ezeket csomó mindent már bele tudsz szúrni, mit szeretnél. Vagy Am... nézni a spirit a fejedőm, és a mutatunk mutatom. <laughs> mm. <laughs> Igen, ott nagyon okos emberek szoktak beszélni. Ezekről, csak dolog. azért, mert nincs elég időtök. Csak ezért azért, azért nekünk, a, a, a taktikai kamerában ugye az van, hogy mi én például az egész mérkőzés a taktikai kamerán nézem. De most, amikor a voltunk, akkor már tényleg az egész bent a nagy taktikai kamerát nézte, és azon Leuraltuk néztük, hogy... a terepet. Igen, de ja. most már azt néztük, mert... Ja, e... Liverpool ellen, amikor átvettétek a hatalmat a Spiller tévében? már azt néz, meg egész egyszerűen sokkal többet mond el neked, hogy mit akartak az edzők csinálni, és tényleg ott már nagyon szépen rajzódnak ki ezek onnak, és ott már támadásban is már mindenkit látsz, és pontosan látod, hogy mik azok a begyakorolt sémák, amik egymásra mozognak a játékosok. Látszik, Ödegort elindul a szélen, elhúz a szaká mögé, akkor befelé mozog. Ha Ödegort befelé mozog, akkor a szélességet tartja. Vagy Cedric fel és akkor megvan, az látod, hogy három-négy begyakorolt figurum, folyamatosan futtatnak a szél, amit szeretnének, és ezeket már tök könnyű kiszúrni. Ezért mondom azt, hogy ami a, a benne van, akkor az érdemes nézni nagyon azokat a pici ott miket látsz. Én szeretnék adni egy ilyen segítséget, hogy mit érdemes csinálni szerintem, hogyha valaki ezt elkezdi. Azt, nézzet... Na, egyébként igen, tehát szerintem foglaljuk már így pontokba. Van ilyen négy olyan, Én mondom szent, a pontokat, vagy a De nem, akkor végig. Mondta, mondta, hogy a nem témában, tehát, hogy Aki neki akar ennek kezdeni, kezdeni, az, az... Nem, annyi, hogy ha valaki el akarja kezdeni, szerintem érdemesebb egy csapatot kinézni, és annak megnézni sok meccsét, több meccsét, De akár kedvenc csapatot, csak ezt ne, ne élőbe csinálj. Egyébként a Manchester City, ez egy nagyon románt. jó példa. <laughs> <Azt> ne... <laughs> De jó a Liverpool, vagy nagyon, a jó, jó a Líci is, tehát hogy egy o, nagyon olyan csapatot, ami valamilyen egyértelmű sémát követ. Mm. Mert az sokkal könnyebb megnézegetni, és azt egy Brighton is jó elmenni. Ezt akartam is, igen, mondani, tehát, hogy... talán az a legjobb. Ez Na, azért... Féltem, hogy ebben a műsorban nem például, a Brighton. Ugye ez azért hasznos, mert megnézel egy csapatot, egyszer akkor így, jó, ezt csinálják, de hogy mindig ezt csinálják, és hogy látsz folyamatban, mondjuk megnézel négy öt meccset egymás után, akkor nyilván van egy csapatnak egy alapjátéka, és ha folyamatosan látod, akkor mindig észre tudod venni, hogy nagyon megértetted, hogy igen, az Ázenánál a szélsők azok mindig kint vannak a szélen, a Tomiászú bent helyezkedik, és akkor az Ődegor meg a szaká kombinálnak, meg a Jacka is most már beindul mélységbe. Oké. Okay. De mi van, hogyha egy másik ellenfélel találkoznak, amik mondjuk nem... Négy belső védővel játszik, hanem három belső védővel. Mondjuk letámadásnál ez miben módosul? Tehát ezeket a pici változtatásokat szerintem sokkal könnyebben ki lehet szúrni az elején, hogyha egy csapatnál látod azt, hogy folyamatosan ez hogyan változik. Mik azok, amiket mindig megtartanak labdával, labda nélkül, és mik azok, amik folyamatosan változnak. És akkor már a másik csapatnál is látod, hogy aha, az Arsenal ezt szokta csinálni, és ezért most ez a csapat meg ezt csinálja. Vagy a Liverpool ezt szokta csinálni, és ezt, ezt, ezt csinálják. Például, hogy a. Látanám ellen érdemesebb például öt védővel felállni, pontosan azért, mert szélességben nagyon sok játékost használnak, általában ötöt. Vagy a Manchester City ellen például ugyanez. És a Manchester City vagy a Tatanám milyen megoldásokat alkalmaz azért, hogy ezt feltörje. kilép vissza, kicsinálja a területet. Ki az, aki mondjuk nem kap a labdát, mégis nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogyan épül fel a játék, mert mik azok a mozgások, amiket megcsinál, hogy más meg tudja kapni szabadon a labdát. Szerintem ez egy jó kiinduló pont, hogy egy valamire nagyon ráfeküdni, azt megnézni, és hogyha már az megy ott ezeket a változtatásokat, a meccsről, meccsen, mik azok a sémák, mik a változtatások, akkor már sokkal könnyebb lesz az is, hogy egy teljesen semleges meccsen ugyanezeket megnézd és kiszúrd. De akkor erre csak egy példa, Arzenál Liverpool meccs, ugye érdemes megnézni Diogo otának a gólját. Hogy mit csinál Szádia aki pont a két vonalak közötti részben elindul, beindul egyet, összeúrik a védők, meg aztán elkezdenek széthúzódni, hogy elkezdik kihúzni a benváltot, és egy üres területbe tud bemozogni és ott kapja a paszt. És tipikusan ez a helyzet, hogy ott Máné volt a fontos, mert megcsinálta azt a mozgást, amiatt elindultak a védők, mert ráfigyeltek, és ebből jött ki az ígyszer. Ez csak az én kapaszkodnak, hogy érdemes azt megnézni, most Arzán meg Liverpool szurkolókhoz szólok leginkább, hogy ha azt nézed azt a meccset, és nem, nem azt láttad, hogy Mánének a mozgása volt a fontos, akkor érdemes megnézni, mert inkább azóta fontos a hazagóhoz, nem pedig Zsotónak, Zsotának a mozgása, vagy az, akár az a passz, hanem az előtte lévő mozgás. Ami igazából semmilyen statisztikában adatban nem szerepel, hogy ez megtörtént. Ezt akartam mondani, hogy talán érdemes volna elgondolkodni azon, hogy a gol azt, hogy számoljuk meg, hogy az ilyen. <haz> kedvenc ked témán, meg hogy az e file mozgást miért még. nem értékeljük statisztikailag. Van még a nagyjából a beszélgetés elejéhez kettő hozzáfűzni valóm. Az egyik az, hogy... Instagramon. Hm. Nem. <laughs> az de az de... Követ amúgy már be mind Instagramon. Hozzáteszem, aki nem követ engem, és a Premier league hallgatja, az most állítsa le a felvételt, üsse be a nevemet Instagramon, <laughs> és kövessen <laughs> be. Úristen! <laughs> Elnézést! Megint ki kell, hogy menjek? Ez vágjuk már De hogy vágjuk ki? Na... A... Na, igen. A torhálás. De... Igen, figyelni. Tök érdekes Jó, volt, Jó, hogy nem a komment, de egy... Ja, simán. Ne viccelj. Ja, be is linkelem az Instagram fiókot a kommentek közé, úgyhogy onnan is. Ha nem találtátok meg, már kurva egyszerű, de mindegy. Jó, értjük. Igen. igen. Mit szeretném? Szóval kövessétek szóval be Bencét. Igen, Igen Léci, köszi. A, tök érdekes volt, amit a leges, leg, legelőim beszéltetek arról, hogy hányszor érdemes megnézni egy meccset, hogy hogyan lehet meglátni dolgokat, hogyha csak ketsző, kettőször tudunk visszanézni, meg vissza kell rá csekkolni. Csak nekem, ma, most, ja. De egy meccset, vagy szituációt? Meccset értettem. Szerintem a... egyébként sok ember itt veszíti el az érdeklődését. Ez igen, iránt, hogy hát de, de igen. Ez még a... egyszer meg kell nézni ezt a 90 hát az percet, az elején... és mondjuk még akkor is, hogy ha nulla-nulla. Mondjuk egy száz meccset biztos, hogy meg kell nézned kétszer. És akkor valószínűleg kevesebb. hogy szok... Ezután nem szoktak már neked válaszolni, akik igen. megkeresnek. Igen. Az... <suk> Mindenki ezt, el ezt szomorodni. Jó, nézd meg száz meccset. É, jó, majd írok. <suk> um 58-nál járok egyébként. Akkor elég jó a cs. Cs. Igen, cs. Bence. Igen. A meccset. Mindig ez van. Elkezdek valamit, beleszóltak, és mint egy ilyen um, szerencsétlen elfelejtem közben a gondolatot. És most megint elkezdem a... Komolyan van? Hát nem jut eszembe. Nincsen, a nincs világon ilyen. Na, tudom, két. eszembe jutott. hogy, ö, nem. Én sem. szerintem az egyik legnagyobb nehézségünk nekünk, vagy legalábbis én nekem biztosan, és ti azt elmondtátok, hogy hogyan tud valaki ebbe belekezdeni, meg nem tudom. Most én elmondom azt, hogy személyesen nekem, meg szerintem nektek is mi a, a nehézség itt a meccs nézegetésében. Ugye nyilván értelemszerűen hétvégén mi nem tudunk visszanézni kétszer. Fizikai képtelenség, hogy adott esetben, hogyha a hétfőn összefoglaló van, és abban beszélni kell, vagy adott esetben, hogyha kedden szerdán műsort kell csinálni, akkor én szerintem még az is elég reális, hogy egy meccset megnézzünk kétszer, vagy maximum egyet. És a hétvégének a nagy részeit, és ez súlyozott probléma akkor, hogyha például az van, mint a Pete-nél is, meg ez nálam is így van, a Mártnál nem tudom, hogy egyszerre öt bajnokságot kell követned azok miatt, a műsorok miatt, amiket készítesz ilyen-olyan módon. És megnézel egy hétvégén egy Liverpool meccset, egy Chelsea meccset, egy Juventus meccset, még ráesel az Internek a második fél idejér, és akkor még vasárnap este még benyomod a Barszának az utolsó 70 percét, mert éppen az még belefért a, az utolsó sávban, ami elindult. És Mondjuk egyszer... bocsi, hogy megszakítok, hozzáteszem, hogy én egy soha nem csinálom. Tehát nekem van egy alapelvem, hogyha egy meccs már elkezdődött, én ezt nem nézem meg ha már öt perc elkezdődött, én abban nem nézek már bele. Jó, az én egészre. így mozaikozni szoktam a hétvégét, és megpróbálok minél többből minél többet megnézni, mert nekem még az is többet ér, hogyha a második fél időt láttam, és az első fél időt kell csak Twitteren vagy statisztikákon keresztül feldolgoznom, mert egyszerűen hétfőre sokszor nekem kérdéseket kéne föltennem adásmenetbe arról a meccsről, de nem tudtam megnézni, mert közben meg az angol meccs volt, és mondjuk egy nagy csapat játszott, amit meg nem tudok elengedni, mert a munkám az az elsődleges része. És hogy ö, eleve, ezt már beszéltük, és ez biztos, hogy bennetek is így van, hogy az embernek az agya nagyjából arra képes, hogy mondjuk kettő meccset részleteiben nagyon-nagyon faszán figyelj. Ezt és erre? amikor a... Nem-nem-nem, hanem hogy összesen. Igen. Egymás után a hétvégén. Aha. És utána kezdődik az, hogy amikor a napi harmadik, negyedik, meg a hétvégi hetedik nyolcadik meccset nézed, garantálom, hogy még nekünk sem jut el minden információ egyszerűen az agyunkhoz. És ilyenkor tud borzalmasan sokat segíteni az, amit mondtál, ez az izommemória. A, anélkül, hogy itt még tovább nyújtanám 8 percesre ezt a monológot van. Bence már igen, meg Olvastam egyszer egy könyvet arról, hogy azok az emberek, akik ilyen ilyen borzalmas, hihetetlen memóriával rendelkeznek, és ilyen memóriapalotájuk van meg. Nem ilyen tudom, szomorúak, hogy mindenre emlékeznek, okay, ami történt. Ak milyen metodikával? Nem minden emlékezni, úgyisten. Alig ilyen várom, hogy metodikával a csinálják, és volt egy ilyen fejezet a könyvnek, ami szimplán arról szólt, hogy mi az, hogy neked tapasztalatod van. És az, hogy tapasztalatod van, az Ilyen tudományos szintre levíve, semmi más, mint hogy valamit annyiszor láttál, Ismétlés. annyiszor néztél, annyi információd van róla, hogy egyszerűen az ilyen motivumokat, meg trendeket, akkor is meglátod, hogyha igazándiból nem figyelsz. De és akkor sem. azt mondjátok, hogy ez ilyen száz meccs kell, hogy utána nem, úgy tudjad nézni több. a messet, sokkal hogy több ne kell, kell újra nézned minden sokkal egyes több. 90 percet? Nem tudom, hogy mennyi kell pontosan, csak azt tudom, hogy amikor már a hétvégi 7.-8. meccset nézzük, akkor én nekem már egyszerűen nem jut másra el az agyam, és annyit meglátok, hogy kb. hogy akarják kihozni a labdát, de még át se gondolom a fejemben, csak egyszerűen így látom, meg hogy nem tudom, hogy mi az a kulcs pozíció, ahol eldül a meccs, vagy ilyesmi. Mert egyszerűen semmi másra nem vagy képes. Igen, amit te mondasz, ugye az igazán profik, úgy néznek meccseket, hogy kétszeres gyorsítás van, és mondjuk 45 perc alatt lepörgetik. Én ezt például ember nem vagyok képes, nekem a másfélszeres gyorsítás a amit még el is viselni. Én a BM meg látok be, bel most valamit. A, a nyolcad döntőknél így nézegettem meg mindig. De és amit szerintem nem mondtunk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy igen, így Ezeket érdemes nézni a meccseken, csak hogy ezt önmagában így nagyjából szart sem ér. Tehát, hogy elkezded nézegetni, akkor lehet, hogy lesz valamiféle intuíciód, de hogy sajnos van egy olyan rossz hogy olvasni is kell. Tehát, hogy, hogy megérteni mechanizmusokat, hogy mit, miért csinál egy játékos, mik azok a testpozíciók, amiket figyelni kell, hogyan működnek bizonyos játékrendszerek. Tehát ennek abszolút utána kell olvasni, és nyilván, hogyha ez megvan, hogyha van mögött egy háttértudás, akkor már sokkal könnyebben veszed észre azokat a mintákat, és amikről beszéltünk, hogyha vakon tényleg a semmiből ülsz le meccset nézni, akkor valószínűleg hiába próbálod ezeket értelmezni, egyszerűen nem fogod észrevenni, mert nem, nem szúrod ki egyszerűen azokat a dolgokat, amik igazán számítanak. Mert nagyon nehéz még így is Eljut az nálni. információ az agyadig, csak egyszerűen nem kap magyarázatot Igen. Benne. Igen, kapaszkodók ellenek ahhoz, hogy egyen mihez nyúj hozzá, és ehhez kell, ehhez kell, a háttértudás, ehhez kell olvasni rohadt sokat. Teszem hozzá, a Twitter nagyon sokat segít. Tehát, hogy te fogod, elkezdesz egy meccsről, meccsről beírni azt, hogy nem tudom, Arsenal Liverpool Analysis, akkor lesz pár ö, találat, amit megtalálsz, Na én egy kicsit egyébként remink, itt remink veszek igen. el, hogy, mert ugye azért Twitteren van egy-két Itt ilyen kell profil, tehát hogy olvasom, és egyébként logikusnak meg jól hangzik, meg minden, de lehet, hogy kura sokszor tehát csak ilyen személyes dolog, hogy, hogy én is ugye nagyon sok mindenkit bekövettem a Premier League-nek a profiljával Twitteren, azok közül, akiket ti követtek de csak itt találomra, mert tetszett a neve, vagy ott volt, hogy mit tudom én. Hát, mit tudom én, hogy ho hova ír, meg hogy... Arany, hogy volt. Nem az, hanem hogy a Pét is követ annyiféle ilyen taktikus, meg ilyen író, meg olyan szakíró embert, hogy, hogy igazából így most nem követtem be az összeset, hanem akinél láttam mondjuk, hogy mondjuk hova ír, mert ott van bióba vagy hogy milyen szurkoló, és mondjuk Pét követi, akkor valószínű, hogy normális dolgokat irogat. Csak amikor ott vagyok, hogy, hogy, nem, hogy jön ez a poszt, és nem látom se általatok retweetelve, se lájkolva, like akkor ott olvasom azt, és akkor nem tudom eldönteni, hogy ha most ezt megosztom, akkor lehet, hogy kettő perc múlva Pét beírja a, a beszélgetésbe, hogy Gabi ezt azonnal vedd le, mert ez a csávó fasságokat beszél. És, de akkor én mit már hiába mondom el, de hát Pét, te követed, és én is azért követem. Erre mondja akkor azt, hogy igen, de attól még beszélt, hogy Gabi, nem akarod elmondani, hogy milyen érzéseket kelt benned, hogy a PIT így viselkedik, és hogy ez a lész kardja itt meg a fejed felett, hogy folyamatosan belédálhatsz. A... Ennyi év munka után sem. Nem, ez, ez lehet így... az, hogy a PIT ne szálljon no, beléd nyilvánosan. Hogy van ez? Köztünk? Tehát igen? ez a nóz és, a, és az, az ez egész egy ilyen dolog, bántalmazó ez kapcsolat. Működik. Ez így működik. Ebbe ez a, ez De a akkor jó. te vagy a bántalmazott. Nem, yeah. nem. nem. nem, nem tudom, hogy ki nézi a Tutigimi című ja, sorozatot. Nem, nem, ha szeretted, akkor nem bántás. Ez, most felkerült az HBO-ra, és ott van a, a fiatal kosaras srác néten, és az apja folyamatosan basztatja, és én az vagyok, és a Gabi pedig a srác. Nem, én, én pont ezt nem akarom, tehát hogy volt már, volt már ilyen, a Box to boxnak a facebook valamit kiraktam, és hát ez egy orbitális fasság és vissza, és akkor gyorsan beazudtam, hogy nem is én raktam ki, hanem a Balázs, és... Most, most. Ezt ne kommentáljuk! Ilyen, de egyébként ugye ab, ez az egész abból fakad, amit az előbb is mondom, hogy igen, olvasni kell, háttértudás kell gyűjteni, a Gabinak is most már évek óta mondom, hogy legalább ezeket a könyveket azért ide ne el elolvasni. Már neki... De ez nem történik. Mégis igen, sajnos, bármennyit is beszéltünk, most nyilván senkit nem tanítottunk meg meccset elemezni, csak néhány támogatást. Minden csak nem akarok ehhez. rossz dolgot megosztani. Tehát, hogy Mértsük. igazából... De szerintem ez is egy érdekes dolog, hogy ezeken átmenni, ezeket a, ez a learning curve, hogy szépen lassan megtanulod, hogy elkezdesz elolvasni valakit, akinek és ha megnézed kétszer azt a meccset, akkor hidd el, hogy lesz valami intuíció alapján, hogy ez most hülyesség vagy nem. És szépen lassan ezeken át fogod szűrni magad ír bele egy kommentet, hogy szerintem hülyeség, vagy pedig tökre egyetértek vele, hogy mennyire izéd van. És szépen lassan ott a kommentek között látni fogod azt, hogy összejön az, hogy igazából beleállsz, hogy figyelj, szerintem hülyeség, mert én meg azt néztem, hogy. És visszaír, hogy akkor nem ezért, Na, igye, és szépen lassan... tudnak segíteni. Tőle. Az, az is nagyon nehéz, hogy kitől egy, egyetértek. Meg kell próbálni ezért olyan embereket követni, akik annyira megbízhatóak. Azért ezt tényleg már érdemes nézni, kik követik KB, vagy kik lájkolgatják, kik őket, de több függetlenül tényleg azért a Michael Coxokat érdemes olvasgatni, hogy milyen elemzéseket írnak meccsről. <laughs> igen, igen. De hogy írnak a meccsről és azért összefoglalókat, és azokat már érdemes elolvasni, és ezek szépen lassan azért beérnek ezek a dolgok, egyértelmű, emellett nem mehetsz el az alapok mellett, hogy mik a, mit jelent az, hogy build up phase mert ha nem, nem érted, hogy mi az... Labdakihozatali kihozatali fázis. Köszönöm. Tehát, hogy ezt, ezt nem Bence érted. tudja, legalábbis angolul és magyarul. Például az erik Lórinak például ő ebbe erős, hogy ezeket leírogatja, hogy milyen fázisai vannak a játéknak, mit érdemes ilyenkor nézni, hogy néznek ki a labdakihozatalok, és akkor ezek tök jó, az vég tudsz menni. Lehet, hogy ezeket össze is írhatnánk a nézőknek, hogy kik azok, akiket milyen érdemes jól követni egyszer, Twitteren. Milyen jó lenne, hogyha egyszer jönne magyarul egy könyv, ami ezzel foglalkozik. De hát. Ki az... tudja, hogy lesz-e valaha ilyen. De mi az a három alapkönyv, ugye a, a... A stílusok csatája, a futbar forradalmak és a mixer, ez a három alap kötet. Hát szerintem magyarul, amik eddig megjelentek, én ezeket szoktam mindenkinek javasolni, hogy ebbe vágjon bele, ezek nagyon jól mesélnek, tehát ezek alapvetően sztorik, amikben el vannak rejtve ezek a dolgok, hogyha valakit ezek é, olvasmányos, alapján, nem, olvasmányos. Nem. ha valakit ezek Most alapján te... mélyebben érdekel, én mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj, ott van a Spielfeldlágerünknek az archívuma, és esél neki, és az viszont már kőkeményen szakanyag, is, hogyha még az is érdekel, akkor azért már... De ugye nem németül. Nem, akkor biztos nem fog nekem. Tehát ennyi, ahhoz, hogy ezeket elkezd figyelni, mert olvasgatni kell, és ezeket megtanulni, és valószínűleg mi is beszélünk még mindig fasságokat, és nagyon nagy elemzők is beszélnek még mindig fasságokat. Tehát ez vele jár. Tehát a futball az egy olyan sport, ahol elképesztő variációk vannak, és nem feltétlenül létezik mindig egyfajta igazság. Mert egyébként is ez, szerintem érdekes volt a... Fú, most és nem fogom tudni megmondani a nevét, de egy nagyon jó cikk. A, bocsánat, hogy nem tudom majd a szerző nevét, egyébként angol szerzőről van szó. Ami arról szólt, hogy a futballban alapvetően az edzők sem magát a futballt oktatják a játékosoknak, hanem a futballnak azt a fajta részét, ahogy a játékot ők maguk értelmezik. És hogyha ezt megnézzük, akkor Simeone teljesen másképp értelmezi a játékot, mint Guardiola, és Klopp is valamilyen szinten másképp értelmezi a játékot, mint Guardiola. És amikor egy meccset akarsz értelmezni, szerintem ez is megint csak nagyon fontos, hogy neked előbb-utóbb valószínűleg kialakul egy, egy preferenciád, vagy egy ötleted arra, hogy hogyan kell kinézni egy jó meccsnek, vagy egy jó csapatnak, vagy mi az, a jó dolog, amit egy csapat tud csinálni, de attól függetlenül még nem biztos, hogy csak az az egyetlen jó dolog van. Tehát lehet, hogy amit a Burnley csinál, az is jó, meg amit a Manchester City csinál, az is jó, csak teljesen más és másfajta léptékben akarják ezeket megcsinálni. Tehát ezeket a. Nyilván először mindenkiben kialakul egy ilyen dolog, ezeket is le kell vetkőzni. Szerintem egyébként ez a legnehezebb, hogy ne csak azon a szemüvegen keresztül nézd a játékot, ahogy te először elképzelt, vagy hogy először vagy, hogy te preferálod, hogy szeretnéd, hogy kinézzen uh -huh. mindig. Hát egy klasszikus esetek, megnézed egy Barcelona akadémiáról érkező játékost, hogyha egy a saját csapattársam van labda, ő mindig felé fog, és próbál nyitni felé, hogy kaphasson labdát. Amíg egy, ha mondjuk a Berlini edződsz nagyon hosszan, akkor az lesz benned, hogy ahogy egy labdát kap az egyik játékosod, akkor futod meg az üres területet, mert neked oda kell érkezzél. És milyen furcsa, nem, hogy ugyanazt a focit játszák, és teljesen máson bele a csávóba, hogy nekem vagy futom kell az vagy pedig felé kell jöjjek, és labdát kell kapjak. És ezek a dolgok, hogy ezért is nehéz sokszor mérkőzéseket, mert tök mást akar egy Simeone, meg egy Guardiola játékostól. És ettől függ, mindkettő jó lehet. De az egyiknél ez hülyeség, a másiknál pedig jó, amit csinálsz. Mm. És azért van, amikor üvölt Guardiola a pályaszélén, hogy hova mozogsz te hülye gyerek, amikor rájön, hogy Simeone meg tapsolna folyamatosan, hogy a legjobb játékosom vagy, mert más akarnak tőlük, más értelmezik a focit. Meg az elemzés terén ez pontosan ugyanígy igaz. Szóval, hogy most itt elmondtunk egy csomó mindent, meg a Pit is el szoktam mondani, hogy egyfajtában ráírnak, és erről beszéltünk meg néhány héttel ezelőtt, itt csak impriváting közöttünk, és arra jutottunk, hogy aki meg, és most tényleg elnézést, aki így csinálja, aki megkérdezi a Pítet, ő valószínű soha nem fogja ezt elkezdeni. Mert nincsen elképzelése, valami határozott akarata arról, hogy ő hogyan szeretné. Nem értem, hogy egyetéről de értem, amit mondasz. Tehát szerintem ez hülyesség. Meg lehet kérdezni. Csak azt, nem azt vissza, mondtam, azt, hogy aki, kapatni, aki feltesz egy vissza. kérdést, az már ott Uti elvesztette, de hogy aki Na, bár ilyen nagyon részletesen, <laughs> tehát hogy azt szeretné, hogy igazándiból a Pít mondjam el neki, hogy a Pít hogyan csinált, és utána lemásolná, hát ez nem működik, gyerekek. A valamit ki kell találnotok, hogy ti mit szeretnétek nézni. Én, hogyha valami ilyen elemzősebb cikket szoktam én, bár mostanában nagyon-nagyon-nagyon ritkán, akkor tök más, hogy szoktam, mint ahogy a Pít szokta például. Mert én más, hogy szeretem értelmezni a meccseket egy ilyenen keresztül. Őnek is megvan a saját elképzelése, nekem is megvan. Szerintem mind a kettő valit tud lenni, mind a kettő igaz tud lenni arra a meccsre vonatkozólag, csak ezeket pontosan ugyanúgy meg kell találnia, hogy az edzőknek is a saját futball jó, hát gondolom, először ott kezdődik, hogy érdekeljen a futballnak a annyira annyi, érdekeljen, hogy menj utána a dolgoknak. Nagyon sokáig Ez jobb meló. Igen. Meló. Szerintem megkanom. Bence erre akart uh, valahogyan utalni, hogy, hogy akik írnak, azok gondolom úgy. Hát hogy van -e valami... Nem mindenki nyilván, de Nem hogy az van, -e valami mankol, megoldást de, én is, de egyébként én is ugyanezt kérdeztem az elején, hogy van-e öt pont, ami, hogyha végigmegyek, végig megyek, akkor konkos okos leszek. Tehát a saját tudatot kell bejárni, de az mindenhol így van. Tehát bármit meg akarsz tanulni, bármilyenek a nagyon-nagyon mélyre akarsz menni, akkor az azt jelenti, hogy beleraksz a sok energiát, megkérdezhetsz utakat, amin el tudsz indulni, de az a saját oda lesz a végén. Tehát nem lesz az, hogy végmész valakinek az ösvényén, hanem elindulsz valakibe, aztán kialakul, hogy én jobban szeretem így nézni, jobban szeretek öt meccset nézni egyszerre, mert nekem olyan az agyam, hogy én ezt így szeretem csinálni, akkor lehet, az ilyen lesz, és így működsz jól. Valakinek azt mondja, hogy egy meccset nézek, lassítva, 0,75 a sebessége, mert én így tudom felfogni, és az se baj. Előre szoktatok elemezni egyébként? Mert ugye mindig megy ez, hogy meccs után mennyivel könnyebb elemezni a meccsen történteket. Hát alapvetően elemezni csak azt tudod, ami megtörtént. Oké, és csak úgy értem ezt, jó, hülye kérdés. Predikciót Tehát, hogy játszik majd egymással a City meg a Liverpool, akkor nagyjából azt úgy előre le is uttatjátok a fejetekben, hiszen tudjátok, hogy Klopp mit csinál, tudjátok, hogy Guardiola mit csinál, azt is tudjátok, és gondolom, hogy hogyan tudnák egymást megverni. Hát de... Csak ezzel bele lehet futni olyanokba, hogy a te elképzeléseidet vetíted rá a meccsre, Aha. és akkor ebben hát, nagyon... Hogy mindig ez van mindig a saját elképzelésedet vetíted rá a mérkőzésre, és te nem vagy ott, nem látsz, a csapatoknak a 90%-et nem látod, vagy nem tudom, a 70%-et nem látod, hogy mi történik. Az edzésen, ő hogy viselkedik, ő mennyire bírja ezt, milyen lelki van, ezeket mind nem látod. Tehát egy csomó dolgon információt nincs meg hozzá. Meg a legnagyobb bajom ezzel az, hogy egyetlen egy kis kockát kell elmozdítani az egész szerkezetben, és a meg. teljes borult. Mind a maradék mm. 21 játékos. Még egy dolog, szerintem ez nagyon fontos, hogy itt nem az a lényeg, hogy te kitaláltad, hogy mire gondolt a költő, tehát hogy mire gondolt egy edző, hanem hogy mi történik. Ez mm. a fontos, és annak a megértése, mert lehet, hogy tudsz belőle levonni egy következtetést. hogy sokszor megtörténik valami, az tudatos, de lehet, hogy vannak olyan megoldások, ahol meg abszolút teljesen spontán történnek dolgok, akár többször is. Mert ez alapvetően, és ezt minden edző is elmondja, ezek alapvetően a játékosoknak a sportja. És van egy keretrendszer, de azon belül nagyon sokszor a játékosok hoznak döntéseket. Neked az a feladatod, hogyha meccset elemzel, hogy azt mondd meg, hogy ez miben határozta meg az adatmérkőzést. Nem az, hogy kitalált, hogy mire gondolt Jürgen Klopp, tehát, hogy utána megkérdezik, és egyébként Ki a meccs mondja, után megerősítő, hogy ja, tényleg én erre gondoltam, és ezt tudatosan csináltuk, de ez nem mindig történik meg, és neked nem ezt kell kitalálnod, hanem, hogy mi, miért történt az adott meccsen, nem az, hogy előzetesen egy edző mire gondolt. Azt nagyjából valószínűleg le tudod szűrni, de neked nem ezt kell megmondanod, hogyha egy meccset elemzel, hogy mire gondolt előzetesen az Kívül, ha kontét nézed, mert őt egy kettőről a lehetőség, ami a játékosok is <laughs> le van gondvan. Ott a játékosoknak a szabadság az, az nem létezik. Ott tudod, hogy mire gondolt a költő. Ennyi? Mennyi? Hát Menjünk. Ez... 45 percet sikerült beszélni arról, hogy hogyan nézzetek meccset. Van negyed óránk a és valószínűleg senki nem tudtunk segíteni ezzel a 45 Ez percet. Ez azért jó, nem mert mert jó fél éve nem nézem az Arzenál meccseit, mert babonás vagyok, azóta jól játszunk. És Légy ebben úgy, a szezonban hogy... menne Nem <laughs> ne fogok, az biztos. És olyan szinte, hogy be se jövök ide meccsnézésre, Tehát, hogy csak és kizárólag Twitteren követem a az még egy Arzenál egy Na, és a második témánk itt a mi, mi, van? Válogatott szünet, szünet. szünet, Ubi szünet. De egyébként Női bl van egyébként, és mondjuk mire ez kimegy addigra, nem egy, de... Egyébként egy... meg, hogyha az előző 45 perc nem érdekelt titeket, akkor csak továbbra is csak nézzétek és hallgassátok a Premier League-et, mert ott mindent elmondunk, nem? Persze. Ne nem nézd nem. már rám, ilyen furán, most adlak el. Ne ja, <laughs> Na, Fabio Capello szerint az olasz válogatott azért nem jutott ki a világbajnokságra, mert az olasz csapatok 15 éve Guardiolát másolják, de ahhoz nincsenek elég technikai játékosaik. Ez egy nagyon fura mondat, még nekem is. Szerinte sokkal inkább a Jürgen Klopp féle focira kellene törekedniük, de ez csak az Atalanta, illetve Vincenzo Italianoval. Fiorentina. A Fiorentina és... Miért kell ennyi tulajdonnevet beleírni? Alexander, Úrban, Blessin. Alexander Blessinnel a Genoa Genoa, a Genoa, Genoa, a Genoa, a Genoa, a Genoa, Genoa, Genoa. mint megműtésé Matlin. Gabi ne nevessünk, mert trauma érte őt. <laughs> Ezek a kedvenc részei. Na, Julian Ward, de valóban igaz. Gerard, a... Ward, Genoa, mindenki zsével. Genoa, tényleg, ez nem olyan. És ezt ingyen nyomom, látjátok? Igen, én ez még pénz sem kérek. No. nem kell stand-up comedy járnia, mert... Ezek a Julien Genoánkkal bajom van. A G betű az nem a legjobb barátod. Pedig amúgy Gábor vagy, és azt akkor te Zsábor, Zsábor. vagy? Zsábor. Zsábor Ah, Egyébként szerintem az hogy senki nem értette meg, hogy miről fogunk beszélni. Na, mondjam, az a ilyen? lényeg, hogy Campello hülyeségeket beszél, és én meg nem Amúgy tudom ne. felolvasni ezt a sok hülyeséget. Amúgy szerintem ez nem teljesen hülyeség, csak, sem. Sem, csak ő... egy jó megállapításnak a rossz következtetése. Na, akkor a valóban igaz -e ez a megállapítás, amit Fábio mond, mit értünk kloppféle játék alatt, és mi határozza meg jelenleg egy adott klub, vagy akár nemzet, futball stílusát. De ezek a jó nevek. Jürgen Klopp, ez egy rendes emberi még lehet, nép. E zsürgen, de... Zsürgen. ki lehet mondani, föl lehet olvasni. Haladjunk. Igen. Igen. egyébként erről szerintem azért érdemes beszélni, mert ez egy ilyen tök jó játék elméleti kérdés. Kész hogy... egy sört hozzá? E, majd a következő adás jó. lesz, most már végignyomom. Hogy ugye, hogyan értelmezi Capello is a futbalt. Ez hülyeség, hogy Gádió 15 éve másolják, meg Gádió a 15 éve még csak pályán. De... Jó, hát most ő persze. De hogy alapvetően a... Szerintem nem az a gond, hogy az olasz játékosok kevésbé technikások ezért nem tudnak úgy játszani, mint a Guardiola, hanem ez egy viszonylag furcsa játékértelmezés szerintem, mert az Atalanta sem úgy játszik, mint egy Jürgen Klopp csapat, hanem van egy játékelem, amit alkalmaznak, ez a letámadás. Ahogy az Alexander Blessinnel sem úgy játszik a Genoa, mint egy Jürgen Klopp csapat, mert a Jürgen Kloppnak a csapata is változtak az elmúlt évek során, és szerintem ezért érdemes erről beszélni, hogy Mik a preferenciák, és hogyan változtak ezek a futball stílusok, mert ugye ilyenek szerintem már egyáltalán nem léteznek. És pontosan azért, mert a futballnak a top szintjén ez már annyira, annyira egybefolyt, és annyi mindent tudnak ellesni egymástól az edzők, hogy egyszerűen ez már nincsen jelen. Főleg nincsenek olyanok, bocsánat, hogy ilyen spanyol futballiskola, meg Dán, meg Svéd. Nyilván az utánpótlásban van, léteznek van, alapelvek, van. amiket... A az, hogy a bajnokságra nem lehet ez ráhúzni. Van spanyol fociskola, van olasz fociskola, hogy megy a képzés a játékosnak, mit tanítanak ott alapszinteken, de az, hogy mi megy a szériában, azt nem fogod ebből leképezni. Mert de én, tűnye, én szerintem okay, ez életed. félre van értelmezve, tudod, hogy mi ez, hogy a német válogatottba felkerülő fiataloknak mi az az öt alapelv, amit tanítottak 13 éves korában, hogy figyeljen oda a pályára, és akkor azokat az alapelveket fogja betartani, nem öt másikat a német válogatott de nem úgy focizik a német válogatott, mint ahogy a jelentsen ez bármit is, mint ahogy a német stílus adja, meg ahogy a spanyol stílus adja. Luis Enrique olyan borzalmasan klasszikusan spanyolos lenne? Mert előbb mondanám Lopetegi mi a, spanyol a, Na, a, hát ez az. a fúria stílus, a spanyol stílus, vagy a, az a fajta foci, amit mondjuk a Luis Enrique próbál játszatni, vagy korábban a Jelen Lopetegi próbált játszatni, ez a labdatartás és pozíciós játék a Luis Enrique koppal. közelebb áll Klopphoz, mint Guardiolához. A a, 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 vagy az a, csak mutációja volt? Hát, vagy mi? A, 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 ez ment. Nem is tiki-taka volt az, igazából. De, <laughs> de, de, de a spanyol válogatott, az tiki-taka. A spanyol válogatott, nem, ott volt tiki-taka, nem. igen, ezt mondtuk, de az nem, a, de igen, de a spanyolknál ez azért, tehát a a spanyol és az angol iskola nagyban különbözött az elmúlt, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, hogy hogy képezték a játékosokat. Való igaz, hogy ez a mai napig tényleg annyira nagyon különbözik? Nem, de mondjuk az angol iskola, hogy változott, ebből hoztak egy új képzési rendszert, ahol megváltoztatták az alapelveket. Hogy az, mire... az angol iskola nem attól változott, hogy elkezdtek jönni a külföldi játékosok és edzők az angol bajnokságban? Nem. Azért a Premier League változott. De szerintem az, hogy az megérkezett egy új stáv, aki azt mondta, hogy mostantól nem az a három darab principal alapelv lesz, hogy mi alapján nevelünk és választunk játékosokat, hanem ez az öt lesz. És az öt az már inkább a technikára fog épülni, a taktikai tudatosságra fog épülni, a képes legyél mellette megcsinálni ezt sebességgel, cselező képességre kell, hogy építsél. Ez elég nem ez volt régen, az volt, hogy fizikalitás működjön. Hát, tehát tényleg ezek voltak, tehát ezt el kell fogadni, mint a spanyol iskolában, meg az olasz, olasz, iskolában másokat tanítottak az, hogy sokkal fontosabb volt a területvédekezés, az, hogy hogy működsz együtt egy védővonalban, mennyire maradsz, rohadt ö... angol szavak meg. Szóval... Mond me... is fordítok. Mennyire neked maradsz? Fegyelmezett. Fegyelmezet. Ez fegyelmezet. fegyelmezet. Egy rendes magyar állás. Igen, igen, Egy, <laughs> ember, ezek hogy működnek? A spanyoloknál meg a technikai tudás. Egy az egy játék, le tud venni a játékosokat, segítse másiknak, ne nyis, hanem próbálj meg opciót nyújtani, szóval ezek az alapelvek azért megvannak az iskoláknál. Az, hogy ez a mi történik ebből a láligában, az azon nem igaz, mert olyan hatással vannak a topedzők egymásra, hogy egyszerűen tanulnak el egymástól, mint ahogy aztán nem lehet azt mondani, hogy az Atalanta, a Gászperini úgy játszik, mint egy olasz iskola, mert abszolút nem de ő tényleg nem azt csinálja, és a Pitre reagálva nincs olyan, hogy Jürgen Klopp stílus. Hülyeség ez a mondat. Ilyen nincs. Jürgen Kloppnak volt egy Buvács nevű, Buvács nevű segédedzője, aki azt mondta, hogy heavy metal foci van, gegenpressing, ezt ezt olyan biztereből, nincs pozíciós játék, vagy nem akarunk felépített pozíciós játékot csinálni, egyszerűen nincsenek erre még felépített sémáink megérkezett Pep Linders, és azt mondtuk, hogy oké, okay, ugyanúgy marad a letámadás, de a letámadás nem csak arra használjuk, hogy abban a pillanatban befejezzünk minden támadást, hanem ha nálunk a labda, akkor fölépítjük, hogy hogy akarunk ebből bontani védelmeket. És teljesen átalakult a Jürgen Kloppi foci, amit a Liverpool történik. A PPDA-ja, ami a letámadás intenzitását mutatja, a Citynél magasabb, mint Jürgen Klopp liverpool ebben az évben. Azért ezt nem sokan gondoltuk, hogy ez lesz, már pedig most ide alakultunk át. A líce is magasabb, azt mondjuk gondoltuk. De ettől függetlenül <laughs> szerintem e ezek a dolgok, hogy ez, amikor mond egy ilyet Kappel, hogy azt a Jürgen Kloppi focit kéne követni, akkor tök hülyeséget mond. Az, hogy Elkéne, tehát... De miért mond Fábio ilyeneket? Öregszik, vagy miért? Mert mikor volt ő topedző? Tehát 15 aj, aj. évvel ezelőtt. Ja, igen. És akkor még a Dortmundnál nagyon egyértelmű volt, hogy Jürgen Klopp stílus, de hát ez, ez azóta nagyon sokan változott. És látszik, hogy figyeli egyébként a mostani futball, tehát az, hogy az Alexander Blessint, aki néhány hónapja dolgozik a genoa nál abszolút megint csak az olasz játéktól eltérő stílust megvalósítva, az mutatja, hogy ezt figyeli, csak mintha ezeket a folyamatokat nem tudná jól lekövetni, hogy nem tudná jól értelmezni. Tehát a Liverpoolnál valószínűleg nem vette észre azt, hogy mennyire változott a Liverpoolnak a játék az elmúlt évek, mint a Buvács Lindes csere miatt a stábban hogy Jürgen Klopp egyébként abban a legerősebb, hogy ezeket az ötleteket hogyan tudja implementálni és összegyűjteni és megvalósítani. Hát adni a játékosoknak, hogy ez megvalósuljon a De pályán. Most már minden edzőnek ezt kellene csinálnia, hogy hát, ezt csinálja, nem? Hát? Hát így, így van, és abszolút uni uniformizálódott a futball a legmagasabb szinten. Ha megnézzük az RB győztes olasz válogatottat, akkor azt mondtuk el róluk mindig, hogy azért olyan jók, mert úgy játszanak, mint egy klasszikus, most trendi, jól működő klubcsapat. Ugyanazokat az alapelveket követik, mert az olasz bajnokságban is beszivárogtak azok az edzők, hogy ezeket próbálják megvalósítani, vagy az olasz edzők nézték el ezeket a dolgokat, és próbálják ez alapján felépíteni magukat. Egy szári, dezerbi, Gasperini, hát egyik sem tudod azt mondani, hogy klasszikus olasz edzők lennének, hanem egy teljesen más kontinentális stílust próbálnak megvalósítani a csapataiknál. Az olasz válogatott erre épült. És amiről az előbb beszéltünk itt az elemzések kapcsán, hogy ne eredményből vonjunk le következtetést. Ugye Capello most pontosan ebbe csúszott bele, tehát hogy kiestek észak macedónián hogy a 92. percben ilyen picsárúgott labdával kiestek, meg a Zsorzsinyó kihagyott 2 11-est, amivel már régkin lehettek volna a világbajnokságon korábban is, el nem az a gond, hogy az olasz válogatottnak az, az útja, amin elindultak, merítve abból az innovációból, ami egyébként a szériából is megérkezett, ami sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a labdatartásra, a pozíciós játékra, akár a letámadásra is, mert a szériában szerintem ez a legnagyobb változás, hogy a legtöbb csapat most már nagyon agresszívan próbálja letámadni az ellenfelét. Tehát még ez sem igaz, hogy a Jürgen Klopp filozófia, tehát ez a letámadásra épülő játék ne, le, ne, jelenne meg a szériában, mert abszolút ott van, rengeteg csapat játsz, a Milán, az Atalanta, a Torino, ez abszolút megvan. P még egy szám, PPDA, megint ez, hogy mennyire intenzív a támadás, a Jürgen Klopp féle Liverpool tíz darab azt enged, mielőtt letámadná a játékosokat. A Torino ennél kevesebbet enged a szériában. Az Atalanta ugyanúgy kevesebbet enged. A Milán, a Verona, az épp a 10,2-es PPD-t enged. Tehát ez megint egy hülyeség, mert igen, és az olasz négy csapat, öt csapat is ugyanolyan szinten támad le, mint a Liverpool. Tehát működik a letámadás Olaszországban is, mint ahogy teszem hozzá, az angol fociban is a Burnley-nél a PPD nem lesz túl magas. Vagy egy newcastle attól függ, még a régi newcastle az nem a ppd Tehát az, hogy hány paszt engedsz, mielőtt letámadnád egy játékost. Ez azt mutatja meg. Minél kevesebb paszt engedsz, mielőtt odaérkezel és megpróbálsz szerelni, akkor annál Intenzív a támadásod. Ezt mutatja meg. Ez nem a sikerességét, csak az, hogy mennyire intenzíven nyomod. És ebben mondom, négy olyan olasz csapat Most van, aki tudom, intenzív... hogy mit írtam az intróban. Intenzívebb ennél a, 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 négynél, a Jürgen Klopp Liverpoolnál. Tehát ez, ez is megdőlt már, de a szekvenciák, hogy milyen hosszan tartogatnak egy labdát az olasz bajnokságban, az, mielőtt kialakul egy lövésig, vagy eljutnak a 16-osig, addig az olasz bajnokságnál csak öt csapat az, aki lassabb a Liverpoolnál. Amire azt mondjuk, hogy milyen direkt játékot játszik, vagy Kápáló azt mondja, hogy hmm. csak öt csapat van az, aki hosszabban tartogatja a labdát, és oldalsó passzokat ad. Ebből öt csapat, a Napoli, a Láció, az Inter, a Fiorentina és a Juve. Mindenki más kevesebb passzon mielőtt eljutna a 16-osig vagy a lövésig az olasz bajnokságban. Tehát én értem, amiket mond, csak az adatok ezt nem támasztják el, hogy ez így működik a szériában. Ma már ez nem így működik. És például a szári Bollal, nekem a vasok bajom van. Mert az tényleg azt csinálja, amit a Kápáló mond, hogy oldalsú passzó folyamatosan. Az a tikitaka. Igen, az a, tiki, az a és azt elismerem. Azt tényleg azt mondom, hogy ez nem, az, nem a fejlődésnek a, az iránya, nem a jó fejlődésnek az iránya, mert nincsen kidolgozott játék a felállt csak az, hogy járjuk körbe a labdát, és csak toszogatjuk össze-vissza. De ez nem így történik a többi csapatnál. Te és az, az a Szári mibe bízik? Egyéni képesség? Majd valaki eldönti elő? Hát meg az, na, a, szám, na, a számok törvényében, a nagy számok törvényében az, hogyha annyit ott vagyunk, akkor egyszer csak kilakul egy helyzet. Ja, értem. Ja, az egy európai topligában egyébként a Láció rúgja legjobban túl az xg tehát Szári-nak a jó az bejött, sokat vagyunk ott, és ezért meg is oldjuk. De egyébként tényleg szerintem ez a legérdekesebb aspektus ennek az egésznek, hogy ezek a folyamatok hogyan jelennek meg a toplabda rúgásban, és ki mennyire gyorsan tudja ezeket lekövetni. Ugye most már nem, lehet, hogy most már nem annyira, de mindig volt az abit, hogy melyik a legjobb top-bajnokság, mik a top-bajnokságok közötti különbségek. Best de nincsenek. Nincsenek. Gólátlókat is nézétek meg gyakorlatilag, alig van eltérés a top-ligák között. Most az olasz top kiugróan sok gól születik, Igen. főleg a korábbiakhoz képest. Pontosan ezért, mert ezek a, ez a nagyon sokfajta edző mindenhol szétszorodik, mindenhol próbál megvalósítani a játékát, és minden bajnokságok mindenből jut egy pici. És emiatt az egész sokkal közelebb került egymáshoz, nem minőségben feltétlenül hanem játék stílus tekintve. Mindenből van valahol valamennyi. De van olyan, tehát előfordul olyan úgynevezett, nem tudom milyen szónak használom, újítás, ami mondjuk, mert ugye tőletek is sokszor elhangzik az, meg, meg én is láttam azt, hogy lesz egy csapatnak egy jó játék, és akkor igazából idő. Tehát, hogy nem tudom, biztos, most nem fogok példát mondani csapattal, de biztos, hogy hallottam már költöktől azt a mondatot, ami úgy kezdődik, hogy azóta már rájöttek a csapatok, hogy ez ellen mit kell tenni. ez ugye Dárdi hat meccsre tette az Ertánál. Hat meccset. Hat meccs. nagyon, az, az a, 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 valami ilyesmi rémlet, hogy erről már beszéltünk volna, mert ugye itt is van az, hogy valaki úgymond kitalál valamit, amire egy csomó ideig, ugye, és ez szerintem ugye javítsatok, hogy jó, tévedek, de ez leginkább játékos képességének a függvénye, nem? Is. Egyébként itt a kettő között szerintem érdemes különbséget tenni, tehát ki ismerték, tehát Pe is ez, tudjuk ez a Pep Guardiola csapataitól is tudjuk pontosan, hogy hogyan -e szeretnének játszani. Nem, mit szeretnének játszani, hogyan, az viszont folyamatosan változik, akár mérkőzésről, mérkőzésről, amit beszélünk, hogy hány védővel építkeznek, hol akarják kimozgatni az ellentet, hol akarják megteremteni a szükséges fölényt. Ugye erről szól az, hogy kielemzed a saját ellenfeledet, és ahhoz igazítod a te alapvető játékstílusodat. Azon sosem változtatsz. De azon belül viszont nagyon rugalmas hát tudsz lenni. gyönyörűen elmondta, hogy mindig ott akarják a félterületbe fölvenni a vonalak között a labdát. A Bernardo szív az mindig oda megy. És erre mondta azt, hogy na akkor egyik középső középpályásom, azt te mindig ott fogsz állni. Tök mindegy, mi történik. Nem rángadhatnak el. Ha el, bemegy a játékos, akkor te nem követed, ott maradsz. És ezzel kiherélt egy ideig a city vagy tudta azért jobban megnehezíteni meg, a dolgát. Vannak ilyen dolgok, amiket ki lehet ismerni, csak azért tegyük hozzá, hogy itt meg előjön már az, hogy a játékosok, játékosok közötti különbség is előjön. Hiába mm. vagy, próbálsz te rendszerből valakit megverni egy idő után, ha sokkal jobb a csapat, már pedig a City sokkal jobb a szálló szemtőnál, meg fogják verni, mert egy az egyben le fog venni a már az a szény, és a rendszeredet. Tehát kell a taktika mellé pénz is. <gül> Ez <laughs> nem ne árt, ha pontosan, van. Pontosan, pontosan így van. Micsoda zárszó, nem? Vagy még valami? Szerintem meg vagyunk. egy vagy ég óra. amit Nem, csak... Na, akkor. Nem emiatt ez ki az olaszok, hanem amiatt, mert az olasz utánpótlás képzésben mind a mai napig attól független, hogy most van egy kicsit jobb generációjuk, van egy nagyon durva hiányosság, és ez az, hogy a támadósorban generációnként van körülbelül egy olyan játékosuk, akik ugye lévén, hogy a válogatott szinten még az olaszoknak az alapjátéka sem jelent akkora a plusz, meg nem tudnak a csapatok olyan brutális csodálatot kiépíteni, hogy a, az extra megmozdulásaik azok átbillentenék ezen a helyzeten őket, mert immobile nem ilyen, Domenico Berardi <hállt> nem Konkrétan ilyen. kiesett a két legveszélyesebb játékosok, a Igen. Spinazzola és a Kihéza, akik Igen. egyénileg tudtak bontani az rb is. Így igaz. És pillanatnyilag az olaszoknál ez egyedül Federico Ki éz, van, de on, nem. ő nagyon Hú, még, vagy van. fél év mélyen vissza Azért. fog jönni, úgyhogy az nagyon-nagyon az messze a... van. És és a a sora a, a, a támadósora a tök aranyos, nagyon jó játékosok, Rászpadórit tök jól lehet használni, akár válogatott szinten is adott feladatokra, de hogy ő Én nem fog tovább szeretem. jutni. Én is szeretem Scamacat, de ő belőle sem gondolom azt, hogy immobilinél olyan sokkal nagyobb impaktot tudna a válogatottra. Nyilván ki lehetett volna próbálni a James Horncastle, aki az olasz futballnak a leginkább felkent ilyen klasszikus újságírója az atletiknél, és én nagyon szeretem. Ő írta azt, hogy most minden egyéb faktort kicsit félretéve, mancini sikerült belecsúszni abba, amiben az előző két olasz szövetségi hogy elért egy sikert egy csapattal, és utána eszébe nem jutott egy kulcsfontosságú ja, mérkőzésre vál, változtatni. Bonocsinak a nyilatkozatában mennyire értetek egyet? Ma, ma hogy, reggel, kell, hogy... hogy kell mondani olaszul, hogy premier League? Premier leak. League. <laughs> de... <laughs> mindegy, hogy mondod, csak ezt csináljuk. Ét alól. <laughs> Úgyhogy hogy szeretnétek, hogy legyen. Olasz volt is podcastunk, és akkor tök mindegy, mert úgyse lesz. Mi de, nem van, de van, de van. De azt a Benny csinálja. Mi nem csinálunk. Jó, néha beütnek egy is. picit. Szólok, hogy mikor csináltad. van felvétel, az beülhettek ti is. De Bonucci nyilatkozata, tehát, hogy fuck the system. Tehát, hogy azért nem jutottak ki, mert szar a rendszer. Egy Jó, hát most volt, és... nyilván erre álságos most uh, rámenni, de egyébként önmagában azzal egyetértek, aztán látom, hogy váltani kell, gyorsan befejezem, hogy egyébként az tényleg elég <laughs> vicces lett volna, tűnye. hogyha az észak-macedónok mennek tovább, és nem a portugálok, miközben az olaszoknak egyetlen egy vereségük volt az egész selejtező sorozatban. Hát akkor, drága nézők és hallgatók, ennyi volt. Melyik adásunk? Mindegy. Második évad, 36. adása a főműsor. Most uh, az extra, ja, na, extra már fölvettük. És... Nem vettük föl, de viszont de ti hamarabb hallgat. látjátok. De ti már, de ti már láttátok. Uh, extra és, Nem tudom, valamikor, ha most, ha most éppen, amikor hallgatod és nézed a műsort, és éppen péntek van akkor már működik a Premier premierleague.hu, loremipsum.hu, és ott már meg lehet tolni a támogatásokat. Köszöntük szépen a figyelmet. A héten nem tudom, ez így nagyon rossz lesz. A héten még tegnap jelentkezünk. Hát, a héten már jelentkeztünk. Sziasztok! Ha már vonalazni kell, az nem lesz. Jövő héten is érkezünk, ki tudja hányszor. Puszi-puszi, sziasztok! El.